Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják! Az amerikai külügyminiszter jövő heti látogatása bizonyítja, hogy Magyarország megbízható NATO szövetséges, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy John Bolton, amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó Twitter oldalán bejelentette, Budapestre látogat a jövő héten az amerikai diplomácia vezetője Mike Pompeo. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, hogy hétfőn lesz a találkozó. Szijjártó Péter kifejtette, Magyarország és az Egyesült Államok politikai kapcsolatai a republikánus adminisztráció hivatalba lépése óta folyamatosan javulnak. Mára el lehet mondani, hogy a politikai kapcsolatrendszerünk is lassan eléri a gazdasági és védelmi együttműködés szintjét, fogalmazott. Úgy látja, ennek egyértelmű jele, hogy 8 év után újra Magyarországra látogat az Egyesült Államok külügyminisztere. Nem közös érték alapon, nem közös múlt alapon, hanem az Orbáni rendszer megdöntéséhez szükséges közös front kialakításában keresi az MSZP az együttműködést a többi ellenzéki párttal. Emelte ki Újhelyi István hozzátéve, néhány héttel ezelőtt még perben állt a Jobbik elnökével. Schneider Tamás 5 évvel ezelőtt ugyanis beperelte a szocialista képviselőt azon kijelentéséért, miszerint ilyen múlttal rendelkező politikus nem lehet a Magyarországgyűlés alelnöke. Értem és érzem a felelősségét annak, hogy kikkel és milyen mozgalmakkal, milyen politikusokkal lépünk együtt, vagy emelünk fel zászlót, jegyezte meg az EP képviselő. A szocialista politikus hangsúlyozta, nem a közös listáról tárgyaltak a Jobbikkal. Hozzátette, ezeket az egyeztetéseket ő vezette. A tárgyalásokon arra hívta fel a figyelmet, hogy nem maradhat olyan szavazókör, ahol nincs ellenzéki delegált a szavazatszámláló bizottságban, mert szerinte a Fidesz el fogja csalni a választásokat. Szerinte ebben az ügyben akkor is szükséges technikai együttműködés, ha soha nem leszek egy közös mozgalomban Schneider Tamással, mert annyira mást gondolunk a világról, és annyira más a politikai ízlésünk. Székesfehérvár a magyar katonák fővárosa lesz, miután a Magyar Honvédség parancsnoksága, vagyis a honvédség szakmai irányítása oda költözik, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Benkő rámutatott, keveset érnek a jól képzett katonák és a modern felszerelések, ha a vezetési módszerek elavultak. Ezért változott a honvédelmi törvény, és január 1-től korszerű, a kihívásoknak megfelelő felsőszintű stratégiai vezetést hoztak létre, mondta. Benkő Tibor emlékeztetett, korábban a miniszter irányította és vezette a Magyar Honvédséget, ám a katonai szervezetek szakmai vezetését nem politikai vezetőnek kell ellátnia, hanem az új szervezet parancsnokának, Korom Ferenc altábornagynak. Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője, a párt szóvivője a Heti TV Pirkadat Extra című műsorában a megjelent napilapok cikkeihez fűzött kommentárt. A politikus a Magyar Nemzet újbóli elindulása kapcsán megjegyezte, mindenképpen örömteli, hogy a Pető Sándor által alapított lap visszatért a polgári oldalra. Hozzátette, ő maga azt várja, hogy ez az újság is megjelentesse a polgári, nemzeti konzervatív oldalon a véleménycikkeket, fogalmazzanak meg építő kritikát a kormánnyal szemben. A szóvivő beszélt arról, hogy látható a Jobbik házatáján egyfajta káosz, hozzátéve azt is, nagyon szomorú, ha egy párt feladja az identitását és elmegy egy teljesen más irányba. Természetesen a szélsőséges cselekményeket, mondatokat, gondolatokat minden alkalommal el kell utasítani. Erre fel is kell hívni a közvélemény figyelmét, ezt a Fidesz-KDNP rendszeresen meg is tette. A kormánypárti képviselő emlékeztetett arra az esetre, amikor a Jobbik jelenlegi frakcióvezetője még listázásról beszélt a parlamentben, minek a hatására tízezrek mentek tüntetni, ahol az összes demokratikus pártpolitikusa megszólalt, amikor nemzetközi tiltakozást váltott ki ez a gyalázatos eset. Ma pedig, amikor az derül ki, hogy ennek a pártnak a politikája fikarcnyit sem változott meg, az ellenzéki pártok mindezt a Jobbik belügyének tekintik. Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, az összes úszító cselekménnyel szemben feljelentést kell tenni, a hatóságoknak meg el kell járniuk, tette hozzá a szóvivő. Elfogadhatatlan, hogy a magyar parlamentben van egy olyan párt, amelyiknek a képviselői ilyen hangokat ütnek meg. A szóvivő reagált a kormányzati média alapítvány elnökének lemondására is. A hírre Nacsa Lőrinc azt jegyezte meg, Varga István megjegyzésével alapjában véve azokat az újságírókat támadta meg, akiknek alapjai pont ebben az alapítványban vannak. A szóvivő azt tette hozzá, hogy ő maga egyáltalán nem ért egyet a lemondott alapítványi vezetővel, hiszen az újságírókat, akik néha kritikával is élnek, a jelenlegi helyzetben bajtársaknak kell tekinteni. Ezt írta meg többek között a Fidesz frakció vezetője, aki bocsánatot kért az alapítványnál dolgozó újságíróktól, hiszen ők azok, akik kitartanak a kormány mellett. Külföld.
Minden nagy döntéssel meg kell várni a májusi európai parlamenti választást, az európai polgárok döntését, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Visegrádi Országcsoport és Németország pozsonyi kormányfői találkozóján. A visegrádi országok, azaz Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia kormányfői Angela Merkel német kancellárral tárgyaltak. Majd a megbeszélést követően Orbán Viktor kiemelte, az EP választás után folytatni kell a V4 és Németország együttműködését, amelyet most is a pozitív hangvétel és őszinte hangvétel jellemzett. A miniszterelnök úgy látja, a mostani találkozón az EU magállamai vettek részt, mert Európa magját azok az országok adják, amelyek a teljesítményükkel kiemelkednek. Márpedig az államadósság, a költségvetési hiány, az export, a munkanélküliségi ráta, a bankrendszer és a strukturális reformok alapján ezek Európa magállamai, a V4 Németországgal kiegészülve pedig a Európa gazdasági motorja, vélekedett Orbán Viktor. A nehézségek ellenére a tárgyalások folytatásáról állapodott meg brüsszeli találkozóján Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az Egyesült Királyság rendezetlen Európai Uniós kiválása. A tárgyalást követően kiadott közös közleményben arról számoltak be, hogy a két fél tárgyaló delegációi tovább fognak egyeztetni, hogy olyan megoldást találjanak, amely a lehető legszélesebb támogatottságot nyerheti el a londoni parlamentben, ugyanakkor tiszteletben tartja a bennmaradó tagállamok által lefektetett irányelveket. Február vége előtt pedig újabb találkozóra kerül majd sor Theresa May és Jean-Claude Juncker között, hogy értékeljék az előrelépést. Az orosz diplomácia és hadsereg mindent megtesz annak megakadályozására, hogy az amerikai rakéták megjelenjenek a Baltikumban, jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszterhelyettes. Mindent megteszek, hogy ez ne következzen be. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, akinek részünkről köze van a külpolitikai tevékenységhez, a védelmi szférához és a biztonsági szavatoláshoz egy csapatként fog dolgozni azon, hogy megakadályozza egy olyan helyzet kialakulását, amely mindannak az összeomlását jelenteni, ami évtizedeken át az európai biztonság lényegét jelentette, fogalmazott a diplomata. Elmondta, Oroszország kész arra, hogy fontolóra vegye azokat az amerikai javaslatokat, amelyek a szárazföldi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló orosz-amerikai szerződés kiszélesítésére és más országoknak az abba történő bevonására vonatkoznak. Megtagadta Klaus Johannis román államfő a szociáldemokrata párt egyik legbefolyásosabb alelnökének, Lia Olguta Vasilescu volt munkaügyi miniszternek a kinevezését a miniszterelnök helyettesi ranggal együttjáró regionális fejlesztési tárca élére. Viorica Dancila kormányfőhöz címzett levelében Johannis azzal érvel, hogy Vasilescu semmilyen tapasztalattal vagy szakképesítéssel nem rendelkezik azokon a területeken, amelyek irányítására jelölték, ezért másik jelölt kiválasztására szólította fel a kormányfőt. A bukaresti kormány átalakítása körüli politikai csata még tavaly novemberben kezdődött. A jobboldali államfő a PSD nyílt bírálatával és jelöltjeinek sorozatos elutasításával a kormánypárt egyedüli hatékony ellensúlyaként készül újabb mandátumra pályázni az idei elnökválasztáson. A Shin Bet belbiztonsági szolgálat bejelentette, hogy az izraeli biztonsági erők a közelmúltban őrizetbe vettek három palesztint, akiket egy 9 hónapos csecsemő megsebesítéséhez vezető kődobálós támadással gyanúsítanak. A gyanúsítottakat kettő közülük 17 év körüli kiskorú, múlt hónapban a Hebron közelében lévő Száír faluban fogta el egy közös akció keretében a Shin Bet és az izraeli védelmi erők. A kihallgatás során kiderült, hogy a gyanúsítottak részt vettek a kődobálásban, ami a csecsemő megsebesítéséhez vezetett, nyilatkozta a biztonsági szolgálat. Az incidens december 18-án a 60-as útvonalon történt Kiryat Arba és Karmei Czur zsidó közösségek között, Judea és Szamáriában. Egy izraeli pár kisgyermekükkel haladt az úton, amikor kőzápor zúdult járművükre betörve a szélvédőt. A csecsemőt a jeruzsálemi Szárezédék orvosi központba szállították enyhe sérülésekkel, más nem szorult orvosi ellátásra. Gazdaság. A kabinet az adócsökkentés kormánya kíván maradni, és a legnagyobb adócsökkentő cím mellé néhány éven belül szeretné megszerezni a legnagyobb adóadminisztráció csökkentő címet is, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Nemzeti Adó és Vámhivatal évértékelőjén. Elmondta, a gyermekes családok megerősítését, illetve a gyermekvállalás ösztönzését szolgáló családvédelmi akciótervben foglalt intézkedéseket a miniszterelnök mutatja be a hétvégén.
Beszélt arról is, hogy évek óta minden makrogazdasági adat jól alakul, a 2018-as növekedés akár a 4,6%-ot is meghaladhatja. A tavalyi harmadik negyedévi 5,2% a harmadik legmagasabb ütem az EU-ban, és egyes elemzők szerint az idei is nagyobb lehet a vártnál. A világgazdaság azonban kezd túljutni növekedési csúcspontján, amire érdemes felkészülni és olyan intézkedéseket kidolgozni, amelyek megvédik az eddigi eredményeket. Végül az időjárásról. Hazánkban ma délelőtt erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Dunántúl északi részein helyenként alakulhat ki gyenge eső, záporeső. Délután nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, a Tiszántúlon maradhat erősen felhős az ég. Csapadékra nem kell számítani, a szél napközben mérsékelt északnyugati lesz. Hajnalban mínusz 5, 0 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke plusz 4, plusz 9 fok között alakul. Késő este mínusz 4, plusz 1 fok lesz. Ma hideg front érinti térségünket. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a blayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!